Nem csak az internetre kivetett, hanem az összes új adó ellen és a demokrácia védelmében tüntettek a magyarok, számolt be a nemzetközi sajtó. Egyetlen újság volt csak, amely megvédte a netadó ötletét. Így látták a tüntetéseket külföldön. Az internet adó híre nagyon felidegesítette a magyarokat. Ebben a témával foglalkozó összes külföldi napilap egyetért. De szerintük nem csak ezért tüntettek, hanem a demokrácia leépítése és a rengeteg különböző adónem ellen is. A Business Insider szerint a Nap második legfontosabb híre volt, hogy a magyarok az internet adó ellen tüntettek. A Nap 10 legfontosabb híre között közvetlenül a felrobbant amerikai rakéta után jött Magyarország, így a lap szerint ez az ügy fontosabb, mint a holnapi orosz-ukrán gáztárgyalás. A legnagyobb angol nyelvű orosz hírgyár, a Russia Today cikke szerint több mint 100 000 magyar tüntetett az internetadó ellen. Mint a szerző megjegyzi, annak ellenére, hogy a kormány már valamennyit engedett az ügyben a 700 forintos plafon ajánlatával. A Bloomberg berlini publicistája is ezt látta, de ő az egyetlen, aki kiállt az internetadó védelmében. Szerinte, ha megadóztatják az internetforgalmat, akkor kevesebb idegesítő videót kell megnéznünk, és decentralizáltabb lesz az internet.